Na, sziasztok, Kerrosz vagyok. Ez a végigjátszás most egy kicsit ilyen visszakanyarodás lesz az előző végigjátszásokkal kapcsolatban, amiket elkezdtem, de nem tudtam folytatni. Hát ezt a játékot egy bug miatt, de szerintem ez megoldódott, legalábbis remélem, hogy frissítették a játékot. Annyi változás még van, hogy vettem egy gamepadet, amivel majd későbbiekben fogok játszani, vagy ezzel a játékkal, vagy a Brutal Legend-del, de az inkább valószínűbb, hogy abba, illetve autóversenyzős játékokba. Meg nem árt, hogyha későbbiekben szerzek konzolt, akkor legyen legalább egy irányító. Na, ezt a végigjátszást ugyebár ott hagytam abba, hogy nem mutattam meg az összes ilyen emeletet. Úgyhogy a negyedik emeletről folytatom a videót, ahonnan ugyebár kidobtak minket. Úgyhogy most kíváncsi is vagyok, hogy mi lesz itt. You seen that little girl that lives here? She turns up, you come find me. Got it? Na. És akkor folytatódik igazából a nyomozás ide fent. Kíváncsi vagyok erre. Damn it. My mom gave me that gun. What was the killer doing here in the first place? What did I miss? Hát szerintem keressünk akkor nyomokat. Az elsődleges fegyverem. Édesanyám ajándéka. Táska. Nem tudom, miért ide jöttem, na mindegy, de ezek szerint ezt valamiért kellett látnom. Valaki pakolt és távozott. De ezt miért hagyta hátra? Hát Ronan, nem tudom. Ez mi? Gyerekpszichológusi rajzok. Vagy ilyen paranormális dolgokkal kapcsolatban. Na mindegy. Ez mi? Wow! Te szemét. Te megütnélek, ha tudnék így ütni. És analizálni kell a dolgokat vele kapcsolatban, hogy mit csinálhatott itt. Valamilyen okból volt itt, verekedett, csak úgy, éppen keresett valamit, vagy távozott. Hát ez biztos, hogy nem távozott, úgyhogy szerintem keresett, és valamilyen okkal keresett valamit. Jó. A haranggyilkosan keresett valamit, vagy valakit, de kit keresett? Oké. Nézzünk még körbe. Hát itt tudja, nem találni, nem fog találni semmit. 8-as gyertet tartó gyertyák, felborított bútorok. Hát igen, itt voltunk. Te mit nézel? Nézzünk bele a fejedbe. Hát
Aha. Jó, persze. Eltűnt személyek. Az utolsó bunyom. Elég durván körbe lettem dobálva, mindenhol elég erős a fickó. Konfrontációval gyilkossá vezetett ezek ehhez a romlihoz. Köszönjük, hogy ilyen nyilvánvaló dolgokat megállapítasz, de mindegy, hát, hogy ne. Ezen az ablakon dobott ki a gyilkos. Te király. Na, de muszáj végigmenni ezeken a nyomokon is. És megint kikerülöm az asztalt, amikor simán így át tudnék menni rajta. Mindegy. Ez mi? Spirituális. Könyv szellemekről és más egyéb túlvilági dolgokról, vagy más birodalmakról. Ja, lehet így fordítani. Ja, de jól haladunk, mert 14-ből már 8-at megtaláltunk. Ó! Na. Nézzük. Mit csinálhatott itt a lány? Verekedett, közben avatkozott, nyugodt volt, confident. Ah, mindegy, érdekes. Figyelmen kívül hagyta a dolgokat. A confident az van, hogy kényelembe helyezte magát, vagy valami hasonló. Figyelt, meg volt ijedve, és az elbújt. Hát szerintem pont ez a három lesz, ami nekünk kell. Mert tudja, hogy elbújt. Azt tudja, hogy meg volt ijedve. Mert különben nem bújt volna el. És szerintem figyelt. Yeah. Jó. I need to finish investigating before I go somewhere else. Jó, Anna. Befejezzük mindjárt. Erre. Szegény szarvas, nem mindegy. Haha, tényleg így rá lehetett közelíteni a dolgokra. Na nézzük. Ó, ez mi? Eltűnt személyek státuszta. Cassandra Foster. Ezt a feljegyzést ugyanez a Cassandra Foster írta, aki a szállami rendőrségnek a konzultánsa. Pszichológiai konzultánsa. Igen. Ő valószínűleg látta azt is, hogy mi bunyózunk. Na. Mit keresett itt a gyilkos? És ahogy nézem, megint kettő dolgot kell összepárosítani.
Úgyhogy szerintem gyilkos lesz, illetve a szemtanúja a bunyónak. Csak az lehet. Igen. Jó. Na nézzük. Ó. Csak úgy simán bejön. Miért ne? Turn around. You're under arrest. Hogy tudod akkor átütni? Azért úgy rendesen dobálta. Mit nem mondjak. So that's what I walked in on. Was he after the girl? Where'd she go? Hogy hová ment? Hát... fogalmam sincs. Nem tudom, miért engem kérdezel. Te valamit nagyon nézel. Mit nézel annyira? Úgy néz ki, mint a szemtanú. És fontos képek nem van rajta. És akkor ugyanarra a következtetésre jutott, hogy valószínűleg a gyilkosnak a célpontja a lány volt. De nem látom jól a képet. Akkor nézzük. Befolyásolni. Szerintem ez lesz az. Ó, igen. Should get this photo to Rex for that Amber alert. Na. De jó. Na, szerintem ki is léphetünk. És akkor nézzük meg. Mitől lehet ez a hang? Magáról készített kép. Az édesanyjával közös kép. A pappal. Hát harang az szerintem egyértelműen a... Young priest photo of the church. Self. The younger. A fiatal lány. By herself in the apartment. De volna, aha, jó. Hát szerintem a templomba ment. Father, do you have anywhere that I could stay just for a little while? Oh, of course, dear. The church is always your deal. És ezt mi hogy láttuk? Jó, hát persze. Out the window. Gun me down in the street and you didn't even check for witnesses? Like you're untouchable. That girl is my only lead. I need to find her. Yeah.
az egyetlen nyomom. Meg kell találnom a lányt. És az, hogy ő mit láthatott, vagy mit tud. De szerintem csak ott tudok kimenni. Nem is gondolom, hogy arra kell majd kimennem. Úgyhogy... szerintem legyen ez. Templom. Félsz a magasba? No, it won't kill me, but I still hate heights. Ez frankó, még szellemiként is félsz mondjuk a... Igen. El kell jutnom a templomhoz. Ó, és mutatja, hogy milyen távol vagyok tőle. Mennyire vagyok közel. Ez mi? Ó, ez lehet, hogy nem fog nekem tetszeni. Today everything died for me. Igen. Hát ez annak az emléke, amikor elveszítette a feleségét. Ez... mi? Rough day for me, my man. Na, vannak ilyen különböző feljegyzések, amik így utalnak Giuliával kapcsolatban, meg ránk. Ilyen közös dolgok. Erre semmi, gondolom. Na nézzük. Ti miről beszéltek? Face it, Baxter hated the guy. I think the hate was pretty mutual. Ronan was a little rough around the edges. But Baxter, he isn't exactly Mr. Cuddly. Yeah, but you don't think he'd... I mean, a fellow cop. Or anybody. In this job, I'm surprised less every day about what people are really capable of. Uh-huh. Tehát egyesek arra gondolnak, hogy lehet, hogy Baxternek elég indoka van arra, hogy megölhetett engem. De nem. Kb. Is nem hiszem. Lehet, hogy így nem normális ez a rendőr. Meg előítéletei vannak velünk kapcsolatban, de nem hiszem, hogy ő lenne az a... aki utazna ránk. Erre van valami. Nem. Na, nézzük. Ó, értem. Kilépünk. Itt van valami. Ez valahogy egy gyilkossal kapcsolatos nyom. Na, akkor innen fogom folytatni. Attól függetlenül kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ezzel így továbbiakban. És hogy milyen a története. De nekem eddig tetszik különben maga a játék. Na, úgyhogy mindjárt vissza is térek majd innen.